Szuper. Gabika, megvan a kesztyű? Meg. Na, erőállapot? Vélemény? Jó lesz? Jó lesz. Célányékba el tudsz menni? El. Jó van, én is így vagyok, hogy lábam szétment. Bandi, neked a láb erőlét? Szó-szó. És hogy jobb biciklizni, az Atzgammer Gutba vagy ott Aldon a környékén? Jó. Itt is, ott is. Janitól nem kérdezik semmit, mert ő neki mindegy. Neki mindegy. Bármit kérdezte Janitól, mindig azt mondtam, hogy neki mindegy. Sört nem akartok inni? Vagy valami? Nekem éri a tolást, igen. Nekem az olyan lassú volt. Hát a tegnapi nap 104 volt, majdnem 105, az első nap meg 98. Neked meg 110 körül. 106. Nekem meg 98. Nem mérte, amit jó. Mérte. Gabit még megvárjuk. Pszichiátriát megkerüljük. Már megy a randokra. Már megy? Ja, innen lehet is látni, ugye? Ó, gyerekek, már megy. Igen. Lehet, hogy le tudnánk vágni, hogyha azzal felmennénk, és a másik oldalon. Hallod, Andris, kitaláltunk egy jót. Hogy, és akkor meg lehet csinálni a 115-öt is, hogy a lanoszkával felmegyünk, és akkor nyerünk, vagy 40 kilométert, a másik oldalon meg legurulunk. Kijöttünk Laufenből, és tartunk Bad Goizem felé. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, gyerünk, angyalföld! Pont jó lesz a felhőzet fényképeknek, mert is azok a kis bekúszók is fehér fellegecskék, bárányfelhők pont jók lesznek. Még itt vannak a törökök is.
Hastotter Z még 2 kilométer, nem sok. Az ettől nem tudtok rövidebb szavú kis falucskát mondani, de nálunk is van otthon. Csak nálunk úgy hívják, hogy Sé. Magyar falu, Sé. Hát két betű. Ez meg AU. Ajaj, hát kell menjünk. Ó, király, jó vagyok. Az Gamergu trofi is erre jön. Lesz még ez jobb is mindjárt. Gyertek, csak kerüljük már meg ezt a susnyást, és akkor onnan a másik részről. Szerintem jobb lesz. A Dachstein az nem látszik, csak az előhegye. De a tó az már, a tófelszín az már ott a messzeségben feltűnt. Úgy de sötét vagy, Gabi. A csőv, a kók! A csőves csak. Bácsi megállt. Bácsi megállt jó levegőt szívni. Igen, na. Hát a biciklizés megállt szívni. Igen. Hihetetlen. Kiérkeztünk a Hastotter tó déli nyúlványához. Ami igazából az északi. Szóval az északi nyúlványához. És elkezdtünk a bal oldalán délfelé haladni. Nem lehet látni, de hamarosan az is elkövetkezik. A Hastotti tó egyébként egy elalakú tó. Ha innen nézzük, akkor jobbról van a Salzberg, annak a tetején van a Sóbánya, alatta ékesedik gyönyörű Hastott nevű városka. Délfelől hatalmas hegy zárja be a tavat. Itt van a Dachstein, e fölött. Itt található még egyébként a Mamut Múzeum, illetve a Jégbarlang. Keletről a Hastotti tavat lezárja ismét egy nagy hegyvonulat, ott folyik bele a Traun, Obertraun nevezetű városkából. Egyre többen vannak egyébként turisták, gyerekek. A Hastotti tó nem a legnagyobb az Alt-Gamergúti tóvidéken, de az egyik legszebb. Nagyon tiszta, nagyon mély, és olyan látványt ad, ami gyakorlatilag felejthetetlen. Megint lehet vagyunk a tószinten. Most már nem fogunk. Anikám, kapcsold be a biztonsági öveket. A Panoráma Strasse. Oh.
macskakő! Hello! Szar egy hely! Hello! De úgy látom, szintemelkedés is lesz benne. Vissza kell kapcsolni, gyerekek! Igen, igen. Biztos. Most megyünk a viadukton. Utána egy kis emelkedő. Kis jobb kanyar. Menjetek! És már ne veszi is lendületet, mert megyünk felfelé. Hallstattban háromféleképpen lehet eljutni. Két helyről autóval, keletről, illetve északról. És a harmadik lehetőség az az, hogy vonattal érkezünk. A tónak a keleti oldalán van egy vasútállomás. Régen csak itt lehetett megközelíteni Hallstattot, szárazon. Ugye hajóval lehetett közlekedni, meg közlekedtek is, de szárazon csak hajóval lehetett. És hogyha valaki hajóval szeretne ide érkezni, akkor ugye van egy hajóállomás keleti oldalon. Óránként jár hajó. Egyébként ezeket a hajójáratokat a vonat indulásához, érkezéséhez, tehát a vonatjáratokhoz igazítják. És amikor megérkezik a vonat, akkor általában egy hajó már várja a leszálló utasokat. Éppen felül felszálltunk a hastatti megállóban, a vonat megállóban, és áthajózunk. Régi vágyam volt már, hogy ezt megcsináljuk, és most itt a lehetőség, és ki is használtuk. Na, megérkeztünk Hallstattba, Hallstatt kikötőhöz. Mindjárt kifarulok a biciklivel, aztán még itten. Kiülünk valahova és sörözünk egyet. Milyen jó hely, mi? Csinálok, hogy ne csinálnék. Leállítom a gépet. Hallstattnak egyébként nem csak az a különlegessége, hogy gyönyörű helyen fekszik, hanem az is a különlegessége, hogy ebből adódóan itt nagyon kevés helyük van az itt lakóknak. Olyan értelemben, hogy építkezés, terjedés, terjeszkedés, és sajnos a temetkezés terén is nagyon kevés helyük van, egy főutcájuk van, és olyan speciális helyzetben vannak, hogy úgy temetkeznek, hogy az elhunytak maradványait 10 évig ássák el, és utána, 10 év után kiássák őket, és a megmaradt csontjukat teszik be a Hallstatt fölé magasodó templomba, gyakorlatilag egy szobába, egy terembe, egy koponyacsarnokba helyezik el ezeket a koponyákat, megfestik, név szerint úgymond feliratozzák, jelölik meg, és ezek után a földi maradványok ebben a koponyacsarnokban kerülnek elhelyezésre. Na gyertek, 50 méter is jön a szentély. Íme a hallstatti főtér.
kocsit azt erről mellőzzük. Na, itt üljetek le, aztán higgyunk. Giovanni! Eisgenuss, Badischl, Kaiserleicher, Stracciatella. Inkább, de gyorsabban lesz a három gombócot, mint én az egyet. Azt a jó. Én lefényképeztem. Igen, hát akkor jó. Aha. Csináltam, milyen gyönyörű. Hogy mondod? Aha, sokan vannak, ez mondjuk hátrány. De maga a látvány az szép. Tömeg van. Na gyerünk szerintem lassan. Vagyunk a Salzgammergut-i tóvidék egyik leghíresebb csóbányája alatt. Hastadtból megy fel, felvonó. Ugye csak fel vagy csak le, az 9, oda-vissza 16. Ha csak a bányába mész fel, vagy be, az 22, ha meg fel, bánya, le, az meg 30. Egy felnőtt jegy. Meg látod, biciklivel is valaki ott megy. Hoppácska. Hol van a bejárat? A csóbányához egyébként kétféle képpen lehet feljutni. Az egyik az egy hagyományos út, az a gyalogos útvonal. Körülbelül, ha gyalog megyünk, akkor körülbelül másfél óra felfelé az út, illetve attól függően ugye, hogy ki milyen gyors, meg ki mit fényképez, meg mikor áll meg. A másik lehetőség pedig az, hogy szépen felranofkázunk. Amit itt látható is bal oldalon, ez a szép fogaskerekű jármű. Ennek a menetideje körülbelül 2 perc, elég sűrűn indul, és ezzel gyakorlatilag gyorsan fel lehet jutni a placra. Ott van egy gyönyörű, szép épített kilátó, nem olyan régen csinálták meg, szépen ki lehet menni a gyakorlatilag semmi, felé lehet állni, és akkor onnan belátható az egész Hallstatti medence. Na most tért vissza a három amigo sóbányától. Na osztatok sót? Na mi az első benyomás? Na látod. Még azt mondod, hogy holnap megint szebb helyen lesz, már nem veszem el. Mondjuk ezt a napot lehéz lehetne überelni, az se lesz csúnya. Onnan azt a részt nézze, tényleg. Tehát pont azt beszéltük, hogyha mondanák, hogy fessünk egy... Melyikben? Az a kicsit kis kibaszkodóan épp. Nem, azt most csinálták nemrég. A fiammal szeretnék, meg az asszonyjal majd. Tehát ha azt mondanám, hogy fessünk egy szebb helyet, nem tudnál jobban kitalálni. Mondod, ott tudjuk felett, és öröztünk. Nagyon király.
Azért ott meginni egy sört azért az... De sikerült! Tehát az beszél, és természetesen annyit mondok, Swybeer, te... Magyarul a nő. Jó van, hozok meg egy bírt. De egy szót sem szólt, csak egy Swybeer, te már... Jó van az. Hát mert hallotta, hogy azért beszéltetek. Bandinak meg annyira tetszett, hogy még ott maradt? Nem hallotta, mert teljesen más helyett. Nem hallotta? Hát akkor még miért mondtad? Ennyiből. Ja, nem tudom. Látta az arcodon, hogy... Nem tudjuk. El voltatok álljóban? Sok magyar voltunk. Tehát voltunk, vagy 20 magyar. Aha. Volt egy nagyobb család, vagy két. Nagyon szép volt, biztos, hogy nagyon szép. Megérte, biztos. Újra, oda lenézze. Mondom, ha azt mondanák, hogy most találja... 16 eurót még sóbálja meg, hogy simán megérte. De Gabi, most azt mondanák, hogy fessél egy olyan tájképet, amit Titus talál. Lent a völgyben, tudod, egy település, köpfúj. A Dachstein nem lehetett látni? A nagy havas hegyet? Csúcsot? Nem is néztétek? Nem lehetett látni. Nem lehetett. Elkéstem. Viszont hastat még látható, illetve a Sóbányán a kabinos felvonó. Magas kerek még. A Obertraum bent a Katlanban, és akkor azt a nagy hegyet fogjuk balról kerülni. Oké, akkor Hallstattól elköszönünk. Wiedersehen. Irány Obertauern. Adunk a kulináris évezeteknek. Hogy nézem már a sört, mert az olyan mindenki bugyborékodik. Nem, mintha egyik sör nem bugyborékozna, mert mindegyik bugyborékodik. Tényleg megmutatom, hogy visszatértünk a kuglejozóba. Akkor eddig jó, Jani? Mi? A nap. Nem. Kevés a sör. Hanyadik már? Négy? Nem számítom, hogy nem kell. Nem leszarom az ilyen. A harmadik szerintem. Második. Lehet. Nem, lent jutunk egyet, mert talán, akkor harmadik volt. És már délután 3 óra, nem is érjük. Én meg már másodszor ebédelek, de valahogy megkívánta a szervezetem a pizzát. Itt már történt valami, gyerekek! Azt a négy magyar nem fizetett a pizzáért, csak 42 eurót. Hello! Gyerekek! Ó, azt a bátorság! Még ilyen szar helyen még nem biciklisztünk. Jó lenne ez, hogyha lennének itt nagy hegyek, de hát... Teljesen más lenne, nem? Hát... Obertraun az egyik ékszere az Atzgammerguti tóvidékeknek. Be van zárva itt ugye egy hatalmas kuloárban, egy nagy völgyben ez a kis falucska. Ugye a Traun partján fekszik, mind a három oldalán hatalmas hegyek, és nyugatról pedig lezárja a Hallstatti tó. Ugye van egy vasútállomása itt középen bent, a völgy közepén, illetve hogy a Hallstatti megálló sincs nagyon messze, tehát amikor elindul innen a vonat, akkor körülbelül
két perc múlva már ismét megáll, és ott a Hastati megállónál be lehet szállni. Elhagyva Obertraunt, a völgy összeszűkül, és gyakorlatilag egyetlen egy kijárata van itt észak felé, hatalmas hegyek között, úgyhogy ezt veszük célba, és akkor a hírhet 23%-os emelkedőt teljesítve fogunk átérni Badauszébe. Lesz itt egy híracska. Az addig még sík, és utána van egy nagy eskanyar, egy nagy visszafordító, és onnan elindul. Ugye másfelé nem is nagyon tud menni. Mindenhol 2000 méteres nagy falak. Hú, kemény lesz. Ez az út, ez számomra is ismeretlen még. A Obertraunból kiértünk, és itt mennék fel a 24%-osra. Ez egy alternatíva itt vissza vasútnál. Valószínű, hogy nem lesz 23%-os emelkedő. Viszont egy hátránya van, hogy Murvás. De annyit mentünk már 3 nap alatt Murván, hogy nem fog gondot okozni szerintem. A műút pedig ott megy fent valahol a Susnyásban, az erdőben. Akartam egy olyan képet csinálni, hogy ott állok a 23%-os táblánál, de most az kimarad. Helyette egy kicsit lájtosabb útvonalon fogunk elérkezni Badauszébe. Jön a függőhíd, gyerekek, azt meg szeretem. Ott meg van egy sétány a folyócska másik oldalán, de ez jobban tetszik nekem. Ez egy kis cuki hidacska. Jó! Volt egy kis szágódás lefelé, de úgy látom, egy kicsit megint megy fel. Murvás volt, most már megint egy fél aszfalt. Megvárom a többieket, és akkor Badauszé már nem lehet nagyon messze. 2-3 kilométer is ott vagyunk. Megkezdtük a lejtmenetet Badauszébe. Most már végre aszfalton. Vissza kell hozni a kilométer lemaradás, meg az időben itt, mert alig mentünk még ma valamit, és még van azért egy 60-as, és már 4 óra van. Igazán komolyan még nem lejt. Inkább a féket kéne húzni, mint a gázpedált nyomni.
Hello! Ó, jönnek a vadmotorosok. Ma jöttünk egy 70 kilométeres szakaszt, mármint kilométer per órában, körülbelül 2 kilométert, és ím becsorogtunk Badauzébe. Hello! Azért ott láttik a lejtési szög. Jani, mennyi volt a maximum? Nem tudod? Igen? Én lehet, hogy igen. Megettem a vasúti eltét. Ja, húztad a féket? Nem tudtam, hogy mennyire komoly. Badauzi egyirányú utca. Ó, de szép. Barátom, ügyes vagy. Kis meseváros. Grundlsee. Na, csak kettőt írt a Grundlsee-re. Grundlsee-hegye. Amellett van a kicsike. Ebből folyik ki szépen a patak. Közeledve a Grundlsee felé. Romantikusra vettük a figurát. Kicsi múrva. Már egy hídon átjöttünk. Valószínű lesz még. Na, kiértünk a Grundlsee-hez. Megérkeztünk. Fine. Nem olyan rossz. Ezt nem kell túlzásba vinni, mert... A habos ütemény. Hú, gyerekek! Nem volna itt a kislány még húgyozni is tudni. Na, a telf az pofon egyszerű. Megpróbáltuk a másik oldalon a körbebiciklizést. De hát ezért lehet látni, hogy nem lett volna egyszerű biciklivel, úgyhogy visszafordultunk, és az a terv, hogy elmegyünk a végéig, majd ott van egy tengerszem, egy ékszerdoboz, kicsike kis tavacska, azt is megnézzük, és akkor ugyanitt visszajövünk. Ugyanúgy, hogy 2010-ben Attilával. A táj az hasonló a Hallstatt-tóhoz. Hatalmas sziklák mind a két oldalon. És a nagy sziklák között a tó.
hőmérsékletet. Az előbbi videón lehetett látni, hogy borzasztó hideg, de egy biztos, hogy nagyon gyorsan hűti a szervezetet. Körbeértünk a tavon, jelentem. Ú, de szép vagy. Na, mindjárt itt kibukik a táj. Igen. A napot kapjuk a másik oldalról, tehát ez hihetetlen szép. Toplidzé, erre van a Toplidzé. Igen. És arra pedig meseszerű Grundzé, nyugat, délnyugat felé elterülő lapája. Mi volt a... Na! Akkor még most jön a Toplidzé, és akkor utána fordulunk. Na, megérkeztünk a Toplidzéhez, ahonnan már gyakorlatilag befelé nincs tovább út. Igazából valószínűsítem, hogy még itt jobbra-balra vannak turista utak, de nagyon bent vagyunk már nagy hegyek között. Jó későn érkeztünk már, kihalt minden, zene se szól. Milyen hangul a más, hogy erdőbe vagy, nem? Igen. Annak idején, mikor Attilával voltunk itt, akkor rengeteg ember, lehet, hogy hétvége volt. Most akkor a Grundzé visszafelé. Még a végén az eső be fog jönni. A közeli jövőről annyit, hogy lassan visszaérünk a Grundzének a nyugati sarkához. Utána Badauzé felé veszük az irányt, de nem megyünk el az városkába, hanem a városka fölött északi irányra kanyarodunk. És a Altauzét fogjuk megtámadni, és onnan már észak felé, Badisről felé veszük az irányt. Ez a terv. Röszbe lehet, hogy esni is fog egy kicsit. Még van 25 km, és este 7 óra van. Az Altauzéhez ilyen romantik strászé jövünk. Gyalogösvényen. Nem emlékszek ilyenre 2010-ből, de nem rossz. Most értünk valami kis civilizációszerűséghez. Pont. Jó, gyerekek, de szép ez a ház is. Köszöntenek bennünket az Altauzénél. Két oldalon hatalmas nagy hegy. És mindjárt rákanyarodunk a kis ékszerdobozra, vagy hoz. Igazából nem tudom, hol mentünk annak idején le, de szerintem nem sokára ott leszünk. Itt van a tábla már. Úgy emlékszem, itt valahol. Na, ezen a hídon áthaladva kipipálhatjuk a mai nap utolsó tavát, utolsó látványát, utolsó szenzációját.
elkezdtük a mai túránk utolsó etapját. Itt küzdjük fel magunkat a Blaalmhoz. Van 5-6%-os folyamatosan az Altozerzítől, úgyhogy kilódunk keményen, de szerintem, ha ide felérünk, és ugye itt van egy nyereg, ha ide fel tudnánk jutni keservesen ugyan, de akkor innen már Badisűbe szerintem gurulunk végig. Na jó is lesz, mert már 80 kilométernél járunk, és sötétedik ránk. A 7-8 körül lehet, most így hirtelen nem tudom. Úgyhogy ez is 90 kilométer lesz, de ennek a gyönyörű napnak már csak, tudom én, a 1/9-1/8 kell megtennünk. Na, állítólag az a hegy, az a loser, der loser, és oda megy fel egy panoráma strasse. Ahol meg most vagyunk, az a Blaalm. Itt van egy felvonó. Egyébként ott is, úgy látom, arra is megy, meg arra is felfelé. Lehet sielni szeptembertől májusig. Vannak itt ára kisgyerekek. Ja, ez a panoráma útnak az árai. Viszont szép lehet. De mi ezt most kihagyjuk. És megyünk Badisül felé, az R61-es Auzer Radwegen. Akkor igazából most értünk el Blaalmba. Ez olyan, mint nálunk Billatáró körülbelül. Jó. Miért kiabálsz, hülye gyerek? Hát megihattok, vagy megihatunk. Hát, ha van gőzgombóc. Megkérdezzük. Rüzgott? Most indultunk egy 10 másodpercre, de már megálltunk. Mert Golyko mit is itt forgatta a Winnetut. Volt Shutterhand, itt jött. Jaj, gyerekek! Arra biztos? Bizony. 12 kicsi, nem tudom, egy kézzel így fogom a kormányt, fékezek. Biztos, hogy nem állok helyre. Na jó, mindegy. Na, hát a szép kanyomba csöppentünk bele. Tiszta víz minden, murvás az út. Az előbb volt vagy 30%-os lejtő lefelé. De legalább burulunk. Ugye itt marhára kell vigyázni, mert első kerékkel fékezek. Bármikor egy kicsit kimegy, akkor dob rajta. Hát esek a biciklén, aztán itt meg azért vannak mélysége. Hogy mondod, Gabi? Ja, igen. Gyerekek, milyen sötét lesz bent? Azt a jó eget! Leveszem a szemüveget. Ja, jó van, rövid! Ó, csak itt nem látok semmit. Várjál! Állj meg! Én nem látok semmit, gyerekek. Valaki menjen elő, akinek lámpája van. Bandi! Hát te vagy a mi emberünk! Semmi? Semmi menjen. Bakker. Bye.
Az tudja, hogy vízesés, mert ott a permete az a monaszt, ott csapódik ki. Ott egyébként volt egy híd, egy régi híd, odáig szerintem be lehetett menni, csak már most nincs meg. Az egy vízesés, de hát sajnos nem lehet sehonnan se megközelíteni. Úgyhogy mindjárt felrúgnak. Vissza is néztek. Fehéret, feketét, tarkát, nem tudta ezt Mohamed, azt jó, felrúgták a tehenek. Na várjál, Bandit, megnézzük, hogy jön át ezen a csordán. Jó van, került-e? Tessék? Én is. És éreztem magam biztonságban. Igen. Gyerekek, itt még van sör. Aztán egy Janikám. Itt már biztos, hogy nincs. Itt már régen be van zárva minden. Már itt azt mondtad, hogy már hagyjad már a sört, azt most meg te állsz meg. Már gurulunk körülbelül 20 perce. Most már kicsit jobb az út. A Murvásból ilyen letaposott, nem is tudom mi ez, nem aszfalt ez, hanem ilyen összezömített valami, széles, lehet rajta gurulni, most egy kicsit hajtani is kell, az előbb olyan jó 28-30-ra begyorsult. Ott megy lent alattunk a patak, az Alzgamergu Trophynak, Európa egyik leghíresebb mountain bike versenyének az útvonala is itt jött. Őket levitték oda valahova a Burgyingosba. Az egyik versenyző most készült fel. Egy versenyre. Az egyik esélyes. Az egyik esélyes. Most kapcsolta be a villanymotort. Itt jön a másik esélyes. Jön az Alzgamergu Trophy másik esélyese. Egyszerűen hol megy lent itt a patak? Azt a jó vege. Ezt mi is gurulunk, de akkor a patak hogy mehet lefele? Gabikám, akkor csak el kéne indulni, mert jó formában vagyunk, nem? Jövő héten. De akkor már ne a 20 km-re induljunk, hanem a 200-on. Körülbelül. Azért ez a rész így jó, ha csak így kéne gurulni, én vállalnám. Akár készen. Kösz benném a tejbog is a kicsit. Igen. Ugye. Te is kattogsz, Janikám, te is kattogsz. Hogy untam már ezt a gurulást? Untad? Én meg élveztem. Nekem nagyon tetszett. Egy fél órát? Hát egy fél órát gurultunk körülbelül. Valami meg ott maradt? Vagy mi van? Tubi lenne, ha vissza kéne érte menni. Gyere csak, Bandit várjuk már be. Na uraim, a harmadik napunk az Alzgamerguti túránk során
Az nem indultunk korán, de... Van itt a gyári ledes lámpát, de cserélted erre? A gyári ledes lámpát cserélted? Valami másra? Igen? Nem tudom mire. Ezt a lámpát vetted hozzá, vagy ez milyen? Melyik lámpá? Hátsó, hátsó. Eredeti minden. Ó, ilyen fénye van. Na. Ez vagy gyenge? Gye, erős. Azt hitte, hogy... De még négy lámpa van, vagy csak tükröződik vissza? Tükröződik a táska. Három lámpa van benne. Három. Mert három a magyar igazság. Figyelj, leventem oda. Na, szóval igen, azt akartam mondani, csak Janéta villamossággal elvette az időt, hogy szakmai ártalom, hogy nem indultunk túl korán, de ennek ellenére jó későn érkeztünk. Mindenki felkapcsolta a lámpáit, csináltunk egy szép nagy kört. 100 kilométer, éppen hogy nem lesz meg, de mondjuk azt, hogy 100 kilométer volt a kör. És ezennel a háromnapos nagy túrát lezárjuk.